délelőtt Kaló Jenőt következik. Téma változatlanul ugye a túlvilág, és hát az élet, ez a kettős egység, ami valamiféle oldás és kötés is innen és onnan is, és hát ami egy nagy feladat ezzel kérdéssel kapcsolatban, az maga az elengedés nyilván spirituális felfogásban. Ilyen értelemben magának a létnek az egyiknek kérdésre foglalja Jenő. A végén, mint mindig, ilyenkor egy 20 perces elmélyülés lesz. Úgyhogy én sok szeretettel adom át a szót Kaló Jenőnek. Nagyon szépen köszönöm, Tamás. És ebben az évben talán ez volt a legnehezebb kihívás számomra, amikor megláttam, hogy nagyjából miről is kellene előadjak. Egyrészt a téma hihetetlenül sokrétű, másrészt az 50 perc az meg hihetetlenül kevés. Előre is elnézést kérek, hogyha úgy fogják érezni, vagy úgy fogjátok érezni, hogy egy-két dolog kimaradt. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok irányból el lehet indulni, nagyon sokféleképpen meg lehet érkezni, bár a Bhagavad Gita-ban Krishna azt mondja Arjunának, hogy bárki bármilyen úton jön felém, aki felém jön, elébe megyek én, úgyhogy ezzel is indítanék. Tehát, hogy a vége a dolognak, az mármint a dolognak, hát minek is, az életünknek. Tehát ennek a fajta nevezhetjük nyugodtan tudatállapotnak. Tehát az élet az egy tudatállapot. Nem több és nem kevesebb. Tehát az, hogy te tudsz magadról, az nagyjából ott kezdődik, hogy erre a tudatállapotra felébredsz. És én most tartanám magam ehhez a szóhoz, hiszen Buddha is használja ezt a kifejezést, a felébredés kifejezését. Gondolja arra, hogy minden reggel felébredsz. És ugyanezzel az erővel minden nap megvan az a lehetőséged, hogy a felébredettek állapotába kerülj, de itt most direkt játszottam a magyar ugyanazon kifejezéssel, mert nyilvánvalóan egy spirituális tartalomról beszél. Illetve kinek nyilvánvalóan? Hát nyilvánvalóan magamnak, de azért magyarázom meg, hogy mit értek most ez alatt. Tehát azt értem, hogy a felébredés bármelyik pillanatban megtörténhet. Hiszen amikor már Chuang-tse azt mondja, hogy most én álmodom a pillangót, vagy a pillangó álmodik engem, az a felébredésnek a legmegfoghatóbb volta. És egy-két előadásomban én már ezt érintettem, most megint elővenném a szokásos veszőparipámat. Tehát ebben a tudatállapotban, amit nyugodtan nevezhetünk egy nappali tudatállapotnak, ebben a tudatállapotban érzékeljük jelenleg a világot. Tehát itt ülünk, vagy én most állok éppen, de ti ültök, ebben a teremben vagyunk, látjuk egymást. Tehát az az érzékelésünk, hogy itt vagyunk, többen vagyunk itt, halljuk is egymást, illetve most elsősorban ti engem, és ugyanakkor végtelenül sokasságban érezzük itt magunkat. De mindig arra gondolj, hogy bármi történik veled az életben, bármi történik a közvetlen hozzátartozóiddal, ismerőseiddel, barátaiddal, mindennek a végkövetkeztetése az benned kapja meg a lényegét. Azzal, hogy te ezt felfogod, hogy érzékeled. Vagyis teljesen mindegy, hogy hányan élünk itt a Földön a dolog számszerűségét illetve, mert azon belül minden egyes ember saját hitrendszerrel, saját tudatállapottal, saját érzékeléssel, saját felfogással rendelkezik. Ezért teljességgel értelmetlen valamit objektivizálni, amikor mindenki, aki szemléli a létet, beleértve T
téged, engem, akányan vagyunk, mindannyian a létszemlélői vagyunk, és mindannyian a saját igazságunkban látjuk a létet. És a saját igazságunkban tapasztaljuk és érzékeljük a létet. Tehát az egy nagyon szép filozófikus fogalom, hogy van egy örök igazság. Ennek az örök igazságnak birtokosa nyilvánvalóan a lélek, ami áthat téged is, engem is, tehát az Isten, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. De abban a minutumban, amikor ez átmegy egy névhez kötődő, egy helyhez kötődő, egy családi leszármazáshoz kötődő személyes tudathoz, abban a pillanatban ugyanúgy, ahogy a lélek is megbontja saját magát, számtalan szereplőben jelenik meg, tehát ahányan vagyunk a réten, mint virágok, annyiféle nézőpontból, annyiféle igazságból vizsgáljuk és tapasztaljuk a létet, az életet. Ha erre a gondolatmenetre igazán rájöttök, és kezditek át is élni, mert ez most addig pusztán csak egy információ. Meghallgatjátok, hát igen, érdekes dolgokat mond az előadó, de ezzel én most nem tudok így igazán azonosulni, hiszen mindannyian természetesen nagyon valószerűnek éljük meg a saját életünket. Tehát a saját fürdőszobám, a saját valóságom. A saját partnerem, hát megfogom, megérintem a saját valóságom. Igen, de megint arra gondolj, milyen bizonyítékod van arra, hogy ott van? Csak egyetlen bizonyítékod van, a saját szubjektív észlelésed. Semmi más. Tehát az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon a másik is észleli azt, amit én? És szerintetek tudjátok egyeztetni? Pusztán az lenne az egyeztetés, hogy ő is elmondja, hogy látja? Vajon pusztán az érzékszervi észlelés elégséges ahhoz, hogy eldöntsük, hogy mi a valóságos? Hallottatok már biztos tömeghipnózisról. A tömeghipnózis az azt jelenti, hogy egyszerre akár 20, vagy 30, vagy 50, vagy 100, most nem mennék bele politikai kérdésekbe, bár időnként ott is van tömeghipnózis, ott akár milliók is, ugyanarra az egyetlen egy dologra fókuszálják a figyelmüket, és a közös nevező ott van. Mi van akkor, hogyha ezt mi most álmodjuk? Ha valójában egy szomnambul állapotban vagyunk, egy hipnábilis helyzetben, ahol ezt kell megélnünk, ami most van. Különösen izgalmas ez a kérdés, amikor este lefekszünk, és akkor is álmodunk, akkor is átmegyünk egy álomszerű valóságba, és melyik a valóság? Hát amikor éjszaka zuhansz mondjuk egy jót, akkor olyan baromi valóságosnak éled meg, hogy rögtön fel is ébredsz esetleg. És hány olyan helyzet van, amikor reggel fölkelsz, nyomott vagy, mit tudom én, depressziós, teljesen le vagy hangolva, pusztán azért, mert egy borzasztó rossz álmod volt, amit milyennek éltél meg? Hát ha ennyire tud deprimáltá tenni, akkor valóságosnak élted meg. Különben miről beszélünk? Vagy mit tudom én, reggel kinyitottad a szemedet, és visszacsuktad, és nem tudtad eldönteni, hogy most melyik a valóság. Amikor kinyitod a szemedet, vagy amikor visszacsukod. Tehát nagyon óvatosan kell bánni bármilyen kijelentéssel. Hiába vannak szkeptikusok, a szkeptikusok is úgymond nem képesek csak a saját szubjektumuk által látni az úgynevezett valóságot. De még egyszer hangsúlyozom, mindenki a saját valóságát. Tehát egyeztethetünk a valóságról alkotott látásmódunkat illetően, de attól még az nem lesz a másik látásmódja, maximum beszélhetünk róla.
Ha ezt a gondolatmenetet például elvinnénk abba az irányba, hogy miért vannak, teszem azt, párkapcsolati viták, nézeteltérése. Hát azért, mert amikor a közvetlen környezetünkben élő, mondjuk társunkkal, vagy gyerekünkkel, vagy szüleinkkel beszélgetünk, akkor a saját felfogásunkat egyeduralkodónak evidenciaként éljük meg, és azt várjuk, hogy a másik is a mi evidenciánkat kezelje evidenciaként. És csodálkozunk, hogy nem azt teszi. És akkor ebből aztán borzasztó nagy balhékat, meg vitákat, meg akár a szakadás, a bosszú, a bűntudat és mindenféle gyönyörűségeket tudunk teremteni ezáltal, hogy nem vagyunk képesek elfogadni, hogy a másik ezt a helyzetet másképp látja, másként érzi, másként gondolja, és sokkal nagyobb türelemmel és elfogadó magatartással kellene nyitni, hogy és te hogy látod? Ugye ez is egy nagyon-nagyon lényeges kommunikációbeli különbség. Az van, kijelentő módban, mint egy kinyilatkoztatom, hogy a saját igazságom által én azt úgy tekintem, hogy az úgy van. Appelláta nincsen, tehát másképp nem lehet. És fel sem merül bennünk az a gondolat, hogy hát a másik számára esetleg az nem úgy van. Nem az a kérdés, hogy látjuk-e ugyanazt a felmosó vödröt. Az a kérdés, hogy hogyan viszonyulunk hozzá. Azért, mert az egyikünk azt mondja, hogy hát használni kéne, abból még nem biztos, hogy a másik számára is a felmosó vödör egy használati tárgyként jelenik meg. Lehet, hogy pontosan az a fő problémája vele, hogy állandóan kerülgetnie kell, mert akadályozza az eljárását. Ha majd felborul benne, esetleg fel is borul és kiborulik belőle, vagy kiömlik belőle a már oda készített víz. De használni nem akarná, mert hogy számára ez nem egy olyan fontos használati tárgy, hogy használnia kéne. Hát egyszerűen gondoljunk már bele, könyörgöm, ugyanarról a felmosóvödörről beszélünk. A viszonyulásunk az teljesen más hozzá. És hogyha ez csak egy elnézést, hogy ilyen pórias példával éltem, hát ez ennél csak bonyolultabb lehet a dolog. A felmosóvödör egy viszonylag egyszerű szimbólum. Ennél csak bonyolultabb az élet. Most ezek után annak a kihívásnak eleget tenni, amit a fő cím, hogy az élet, a halál, a túlvilág, hát mit mondjak, felmosó vödörtől nem olyan könnyű átkötni ebbe a helyzetbe. Először is azt szeretném nektek mondani, hogy én egy ember vagyok mindannyiunk közül. Semmivel sem tudok többet, mint bárki. Akár aki itt ül a teremben, akár aki nincs itt a teremben. Kedvesek vagytok, hogy meghallgatjátok, hogy én hogy gondolkodom erről, jól esik. De ugyanezzel az erővel fordítva is az lenne igazán a párbeszéd, hogy te is elmondanád, hogy te hogy gondolkodsz erről, és hozzá kell tegyem, hogy mind a kettőnknek igaza van. Tehát egyikünk se téved. Vagy valaki tudja, hogy ő tudja, tudit, ugye? Tehát ő az etalon, ő majd kinyilatkoztat, ti mind tévedtek, majd én megmondom. Ez nagyon szép. Egy-két embernek azért az életünk folyamán el is hittük, akár évezredek távlatában is, tehát Buddhának elhittük, ő kinyilatkoztatott azért, Jézus Krisztusnak is nagyon sokan elhitték, Mohamednek is rengetegen hisznek, de azért lássuk be, hogy ez ilyen nagy, csodálatos proféták, tanítók, messiások, nem tudom minek nevezzük őket, hogy senkit se bántsak meg a hitében, nincsenek sokan. Sőt, hogyha úgy nagyon megnézzük a dolog matematikáját, akkor azt kell látnunk, hogy igazában véve Mohamed óta nem nagyon találkoztunk senkivel se, aki úgy igazán olyan érdemleges dolgokat mondott volna.
hogy most értel ennyire követni akarnak. Aztán ígéres tova, akárhogy is nézzük, 1700 év. Tehát rég volt. Lehet, hogy már várunk valaki, aki megint megmondja a tutit, csak egy nagy baj van, szóval azért, ha megnézitek, ott azért viszonylag 1000 év leforgása alatt elég sokan születtek meg, akik azért ma úgy mondanánk, hogy megmondják a tutit, vagy megmondták a tutit. Tehát mondjuk Jézus Krisztus születése óta eltelt közel 2000 év, komolyan vettük. Hát én nem ezt látom. Lehet, hogy ti másképp látjátok. Én szerintem Jézus Krisztus meghirdette a szeretet vallását, mintha lepergett volna rólunk. Továbbra se vesszük komolyan. Buddha beszél a megvilágosodásról, a felébredésről. Én továbbra is rengeteg alvó embert látok, beleértve saját magamat is. Hát itt alszunk egyfolytában. Tehát valahogy úgy látszik, hogy hiába vannak ezek a elgondolások, tudati beállítódások, meghirdetések, az emberek nagy többsége, ugye azt szokták mondani, hogy új seprő jól seper, na de hát aztán az új seprő kezd kopni, és egyre rosszabbul seper. Tehát ahogy ugye például a gyógyszerkutatásoknál látszik, hogy a frissen bevezetett gyógyszerek, azok nagyon-nagyon jó hatnak. Tehát úgy látszik, hogy az embereknek van egy ilyen gomb náluk, hogyha ugye az ki van írva, hogy ez egy new, ugye, főleg new, tehát az, hogy új, az nem annyira hatásos, ha ez angolul van kiírva, akkor ez hatásosabb, és akkor az úgy hirtelenében egy csomó embernek jobban működik. Tehát azért itt én visszatérnék arra a mondatra, amit Jézus mond, hogy ha akkora hitetek van, mint egy mustármagnak, és azt mondjátok annak a hegynek, hogy menjen a tengerbe, akkor megteszi nektek. Tehát, hogy itt egy alapvető probléma van, nevezetesen, hogy nem hiszünk. Tehát miben hinnénk? Ugye, ha a túlvilágról és a spiritualitásról akarunk beszélni, akkor rögtön elmegyünk a tudatállapotnak egy olyan irányába, ami még kevésbé bizonyítható, mint az, hogy mit tudom, hogy itt van ez az asztal. Tehát abban a pillanatban, amikor olyasmiről beszélünk, hogy tudatállapot változás, azon mindenki egyedileg esik át. Tehát hiába mondod azt, hogy te egy hipnózisban, vagy manapság ilyen utaztatásnak, vagy nem tudom, minek nevezik, teljesen mindegy, ezek a nevek, ezek mindig a megkülönböztetésekről szólnak. Tehát én miért tudok jobb képzést csinálni, mint ő? Mert másképp nevezem. De ugyanazt csinálom. Csak a neve más. Ugye? Ezzel lehet valamit jól eladni. Szoktuk mondani, ha megfelelő a PR, akkor már utána felvirágozik az üzlet. Tehát megváltozott tudatállapotról beszélhetünk, most legfeljebb azon morfondírozhatunk, hogy alfa, téta, delta, stb. Milyen mértékegységben mérheti az EEG, az agyhullámokat, de nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogyha ne adj Isten, te mondjuk átéled, hogy az előző életedben Ausztráliában éltél, az mit bizonyít neked? Nyilván legalább annyira hiteles lesz az élmény, mint ahogy az álmodban átéled az álmodat, vagy a nappali tudatállapotodban a nappali élményeidet, és ezzel előrébb mentél. Ez a következő izgalmas dolog. Tehát szeretném elmondani, hogy hiszek a reinkarnációban. Tehát elfogadom, hogy ez egy rendező elve lehet a világnak. Elfogadom a karma, a dharma törvényét. De ez nem azt jelenti, hogy itt most 2014 áprilisában Budapesten sokra megyek azzal, hogy mi történt velem x-edik életemben, mondjuk Krisztus utáni 5. században.
ha elfogadjuk a karmát, akkor higgyük el, hogy a karma egy olyan sorvezető, ami a jelenlegi életünkre is kihat. Tehát akár tudom, hogy mit csináltam, akár nem tudom, hogy mit csináltam, úgyis annak a következményét élem meg most itt 2014-ben. Ezzel én senkit nem akarok lebeszélni az ilyen reinkarnációs élményvilág keresésről, mert hát végül is most mindegy, a Vidámparkban is felül valaki a hullámvasútra, hát miért nem mehetne el, csak a komolyságát illetően nem látom komolyabbnak. Az üzenetét, a fontos számodra lényeges információ szempontjából ennél lehet, hogy jobban jársz, ha egy pillangót szemlélsz és azon gondolkozol, mint Csuhance. Ugye a következő szintén izgalmas kérdés, van-e túlvilág? A jelenlegi tudatállapotunkban nem biztos, hogy tudjuk, hogy van. Lehet, hogy van egy-két ilyen médium, ilyen csodálatos érzékkel megáldott ember, akinek van áthallása, átlátása egy másik megváltozott állapotba, de hát hiába van neki, attól nekem se jobb, se rosszabb. Maximum elhiszem, hogy a Mari néni lát szellemeket. Oké, Mari néni lát szellemeket, és ettől most nekem jobb vagy rosszabb? Nem. Nem. Maximum azt mondom, hogy hú, ez fantasztikus, és a Mari néni is fantasztikus, és hogy szellemek is vannak, ez még fantasztikusabb. És akkor nem eszel vacsorát? Vagy nem fogsz meghalni? Vagy nem foglalkozol a gyerekeiddel? Tehát én megértem, hogy a mai kor emberének szüksége van mindenféle ilyen érdekes, meg értékes bizonyítékra, de nagyon rossz hírre jöttem ide ma hozzátok. Nincsenek olyan jellegű bizonyítékok, amelyek megdönthetetlenek lennének. Tehát ezzel a kérdéssel, ezzel az egész témával, amit ezen a két napon zajlik a Szintézis Szabad Egyetem előadásainak a menetében, a legfontosabb, a kulcsjelentőségű dolog. Hiszel benne, vagy nem hiszel benne? Semmivel sem rosszabb hit, mint hogyha te katolikus vagy, vagy református vagy, vagy baptista vagy, vagy zsidó vagy, vagy buddhista vagy. Ezek hitek. Emlékeztek, mivel kezdtem a mai napi előadásomat? Krisnát idéztem a Bhagavad Gita-ból. Arjunának mondja, bárki bármilyen úton jön felém, aki felém jön, elébe megyek én. Nincs tuti út. Minden út. Bármelyikőtök élete út. Nincs rosszabb út és jobb út. Fölösleges a megkülönböztetés. Minden megkülönböztetés a lényegtől viszel. Minden, amit adsz magadnak teljességélménybe, és ez lehet, hogy egy virágnak a szemléletében, pusztán azzal, hogy itt van ez a csodálatos tavasz, és leülsz, és megnézel egy virágot, lehet, hogy ott fogsz felébredni. A kérdés csak az, a virág külön van, és te külön vagy, vagy a virág, és te egyek vagytok. Én vagyok a pillangó vagyok én. Tudat, állapot. Mint minden. Ebben a hétköznapi májában el vagyunk kápráztatva. A káprázat világában élünk. Tehát nekem az a káprázatom, hogy itt állok egy teremben, és ilyen sokan itt ültök. De ha spirituálisan közelítem meg ezt a dolgot, tartok egy előadást magamnak. Mert egyek vagyunk. Imádom a szkepticizmust, főleg azért, mert hogy
valójában aki szkeptikus, az legalább annyira fél a felfedezéstől, vagy a csalódástól, mint amennyire mindenki más. Itt van egy izgalmas kérdés. Van-e túlvilág? Nincs, mert még nem tapasztaltam. Van, mert még nem tapasztaltam az ellenkezőjét. Melyik igaz? Mind a kettő. Csak hozzáállás kérdése. Ha hinni akarok benne, van. Ha nem akarok benne hinni, nincs. Csak itt most ugye a csapda ebben a helyzetben az, hogy megint valójában kisgyerekként indultunk ebbe az életbe, és kapaszkodni akartunk valakibe, aki biztonsággal megmondja nekünk a helyes irányt, a helyes utat. Baromi nehéz azzal szembesülni, hogy senki nem tudja megmondani neked a helyes irányt és a helyes utat. Tehát amikor valami így hangzik, mint egy ilyen kinyilatkoztatás, egy biztonságos mondat, hogy nincs túlvilág, akkor valójában csak annyi történik, hogy valaki mondta ezt, és te nem abban hiszel, hogy van túlvilág, vagy nincs túlvilág, hanem abban hiszel, hogy ő ezt mondta. Tehát egy másik embernek hiszel. És ha hinni akarsz a túlvilágban, és valaki kinyilatkoztatja, hogy van, akkor is egy másik embernek hiszel. Na jó, de ki tudja megmondani, hogy mi az igazság? Senki. Senki. Egyetlen lényre számíthatsz. Egyetlen lény tapasztalatára számíthatsz. Senki máséra. A saját belső tudatosságod. Senki más nem érdekes. Félreértés ne essék, nem abban az értelemben használtam most, hogy a többi ember nem érdekes. A többi ember tapasztalata, az nem tud a te tapasztalatod lenni. És a te tapasztalatod nem tud a többi ember tapasztalata lenni. Egyeztethetünk, megbeszélhetjük, de a kérdés az, azért hiszek egy másik embernek, mert számomra ő egy tekintélyt képvisel? Mert elfogadom, mert barátom, mert szeretem, vagy mert hinni szeretnék, és jöjjön már valaki, aki megmondja. És akkor most ő az? Tehát bárkibe képes vagyok kapaszkodni kint, mint hogy végre felfedezd a csodát önmagadat. Te vagy a csoda. Általad van világ, ha te becsukod a szemedet, nincs világ. De hogy nincs? Könyörgöm, ha te nem vagy rá vevő, neked nincs. Nem ezen kér, nem ezen vitatkozunk, hogy a többiek látnak-e ilyet, vagy nem látnak. Ha neked becsukódik valamire a szemed, akkor neked ott a létezésnek az a vége, ott a vége, nincs tovább. Meg tudom én mondani, hogy miért van ez az egész? Dehogy tudom megmondani, egy ember vagyok a sok közül. Maximum felvethetek neked egy-két gondolatot, de ne azért fogadd el, mert én mondom, gondold végig, és ha úgy érzed, hogy van benne esetleg valami olyan szisztéma, ami számodra megmagyaráz valamit, vagy megértesz vele valamit. Tehát mi van akkor, egyébként ezt nem csak én mondom, tehát azért ugye a hinduista távol-keleti gondolatokban ez ott van és jelen van, tehát én végül is csak valamit közvetítek. Tehát mi van akkor, ha az isteni teremtés, ugye ismerjük biztos azt a történetet, hogy Purusa és Prakriti, talán már hallottatok erről. Tehát mi van akkor,
hogyha az Isten, hagyjuk ezt a szót, ha a tudat, a mindent felfogó és átölelő tudat teremt magának különböző tudatállapotbeli lényeket, és mindegyiken keresztül megéli önmagát. Tehát Prakriti elkápráztatja Purusát a táncával. Vagy Sívát elkápráztatja Sakti. Akkor te ki vagy? Hát teljesen természetes, hogy ha ebből a szemszögből nézzük, akkor mi mind ugyanannak az egynek a tapasztalása vagyunk. Vagy a tapasztalási csatornája, ha ez így jobban tetszik neked. Erről az egyről azt tartjuk, hogy örök. Volt, van, lesz. Akkor nem értem, hogy miről beszélünk itt túlvilágról. Nincs túlvilág. E világ sincs. Tudatállapotok vannak. Van a nappali tudatállapotod, van az éjszakai tudatállapotod. És van, ezt mondják a keleti mesterek, a két tudatállapot között, és ez volt mindig egy nagyon fontos, kitűzött része a praxisnak, a gyakorlatnak, hogy maradj meg a kettő közötti tudatállapotban. Ez picit úgy is lehet angolosan hívni, mert az mindig úgy jobban tetszik, ha angolul is elnevezzük, mert azért arra jobban bevők az emberek. Ez a twilight zone. A szürke zóna. A ködös zóna. Még nem ébredtem fel, de már nem alszom. Csak ugye ezt az emberek hétköznapi értelemben nem nagyon szokták úgy megélni, hogy ez egy hosszabb helyzet. Tehát általában az egyikből áttűnünk a másikba, és kevés időt tudunk ott eltölteni, amit hívnak jóga nidrának, hívnak tiszta tudatnak, tehát a két állapot között. Pedig ha egy picit jobban odafigyelsz magadra, és elkezded megfigyelni, hogy reggel esetleg nem ugrasz ki rögtön az ágyból, akkor a legjobb gondolatok pont itt születnek, ezen a határmesdjén. Mindegy, hogy milyen néven nevezzük. Figyeljetek, mindig a nevek azok, amelyek erdőket hoznak létre, tudaterdőket, amiben aztán bele lehet bonyolódni. Őserdőket, amiben el lehet veszni. Tudati állapotokról van szó, amelyeket igazán nagyon nehéz megközelíteni. És még nehezebb, esetleg aki egy ilyen tudatállapotban van, annak még nehezebb ezt esetleg a másik ember számára tudatossá tenni. Vagy elmondani. Tehát ez körülbelül olyan dolog, hogy el lehet mondani, hogy hogy kell egy krémes sütni. De azért nem biztos, hogy pusztán csak azért, mert az anyagok és az idő betartásával ugyanolyan krémes lesz. Na most ez mással kapcsolatban sincs így. Tehát hiába beszélünk egy olyan tudatállapotról, ami a kettő között van. Gondoljunk csak bele, itt van például, elvben mindjárt tartok nektek egy meditációt. De hát az igazság az, hogy névleg így van meghirdetve, de én nem tudok nektek meditációt tartani. Az a meditáció, amit valaki tart, az nem meditáció. Tehát megint tisztázni kell a neveket. Tehát tartok nektek maximum egy relaxáció, amiben valami megjelenik, valami felvetül,
De meditálni, az csak te egyedül tudsz, és nagyon nehéz azt pontosan elmondani, hogy hogyan. Mert először is azt kell tisztázni, hogy mi az, hogy meditáció. Meditáció az, hogy nem gondolkodol. A szónak abban az értelmében, hogy valami célod van, hogy eljussál A-ból Z-be, akár agyi értelemben. A meditáció az maximum egy rácsimpaszkodás, egy olyan fajta megfigyelési státusz, ahol hagyod, hogy a dolgok történjenek. Nézd meg, hogy milyen nehéz szavakkal ezt kifejezni. Egy szemlélődési állapot. Egy nyitott tudatállapot, tehát nem belealszol, egy nyitott tudatállapot, de ez a nyitott tudatállapot, ez nem tűri meg azt, hogy gondolkozzál. Mert ha arról kezdünk el beszélni, hogy hogy zajlik a mindennapod, akkor nézd meg, hogy az elme imádja szórakoztatni magát. Tehát minden egyes pillanatban újabb és újabb kis harapni valót küld, amin lehet agyalni. A meditáció az már is megszűnt, ha valaki elkezd agyalni. Tehát az ember vagy agyal, vagy meditál. Na most ugye ennek a technikai felépítésére, hát azért elmúltak már évezredek, és a meditáció azért áthatotta akár a keresztény kultúrát is, akár a tehát nyugati-keleti kultúra egyaránt ismeri a meditáció fogalmát. Nem véletlen, hogy ki lettek találva bizonyos fajta technikák. Tehát ugye ahhoz, hogy te először pusztán a gondolataidat megfigyeld, ahhoz kell egy tudatosság. Az a tudatosság, hogy én most leülök mondjuk egy székbe, megpróbálom kizárni a külvilágnak a különböző benyomásait, befolyásait, mentőautó szirénázik az utcán, a szomszédban kiabálnak, stb. És magamban elkezdem megfigyelni, hogy most mi történik. Ehhez egy mérhetetlen, koncentrált tudatosságra van szükség, hogy először megfigyelek. Ez az első lépés. A második lépés, hogy nem kezdek el tiltakozni a gondolataim megjelenésére, viszont nem is kezdek el velük utazni. Tehát magyarul felreppen egy gondolat, mit tudom én, hol van a papírzsebkendőm, és nem kezdem el azt mondani, hogy várjunk csak a papírzsebkendőt, a spájzba eltettem a második polcra, mert akkor már el is vitt a gondolat. Hanem egyszerűen csak hagyom, hol van a papírzsebkendő, nem kell tiltakozni. Jött egy ilyen gondolat, ha nem úszol el vele, akkor ez a gondolat szertefoszlik. Először gondolat burjánzáson. Jönnek egymást követőleg, egyszer csak rájössz, hogy Jézus Isten, mi van itten. És a következő pillanatban, ha nem haladsz vele tovább, ha nem vesz fel a szárnyaira, akkor gondolat megjelenik. Tehát mint a tenger hullámai megjelennek, majd elsőnek. És hogyha szépen hagyod, hogy ez így elsimuljon, akkor azt fogod észrevenni, hogy szép lassan kezdesz lecsendesülni, a gondolatok egyre ritkábban jelennek meg, viszont egy dolog megtörténhet, hogy ezzel a szép lassú passzív beállítottságoddal egyszer csak már nem vagy ura ennek a helyzetnek, és belealszol. Akkor sincs semmi baj, legfeljebb egy jót fogsz aludni. Tehát, ha hagyod, hogy a gondolatok elcsituljanak, akkor egy idő után egyszer csak nem fognak megjelenni a gondolatok, és hogyha továbbra is megfigyelő vagy, akkor rá fogsz arra jönni, hogy egy idő után egyszer csak nincs gondolat.
Na, ekkor van az, hogy van egy passzív gondolat, ez még mindig nem meditáció, ez még a passzív gondolati beállítódás. Van egy másik technika is, a másik technika az valójában abból indul ki, hogy koncentrálj. Teremts egy képet, az nagyon egyszerű, a lehető legegyszerűbb, fogsz egy ceruzát, elkezded szemlélni, majd becsukod a szemedet, és megpróbálod maximális pontossággal visszaidézni a látott képet. Majd amikor ez megtörténik, és egyre intenzívebben el tudod helyezni bárhová a látott képet, akkor egyszer csak hozol egy döntést, nincs kép. Megszünteted a képet. Akkor is eljutsz a passzív gondolati beállítódáshoz. Akkor ott üresség lesz. Na jó, de most itt a következő izgalmas kérdés, és mit kezdjek az ürességgel? Hát ha üresség van, akkor meghaltam. Akkor mi van tovább? Akkor kezdődik a meditáció. Tehát magyarul nem egy könnyű dolog, így elsőre. Tehát aki kezdő, na de hát figyelj, miért biciklizni könnyebb volt? Hát dölöngéltél, ide dölöngéltél, oda lehet, hogy kétszer akkorát tanyáztál, hogy elment a kedved az egésztől, aztán a végén mégiscsak ott maradtál, megtanultál biciklizni. Az úszás se úgy kezdődött, hogy ja Istenem, el fogok süllyedni, süllyedtél is ők. Aztán egyszer csak most azt mondod, hogy határa csillagos ég, ha kell 5 kilométert leúszom. Ugye? Tehát, hogy azért, ha laza vagy, ha elfogadod, hogy a víz fent tart, ha megvan a megfelelő légzéstechnikád, akkor úszol. Minden egyes tudatállapot a te belső megfigyelői státuszodból értelmezhető. Más nem értelmezheti. Múltkor volt egy édes történetem, valamit nem tudom, már beírtam, hogy a boldogság, azt hiszem Facebookon, valaki gyorsan beírta, hogy az nem boldogság, hanem öröm. Tehát ez tündéri dolog, amikor egymásnak az élményeit beértelmezzük. Tehát Kovács II László kijelenti, hogy én nem boldogságot értem meg, hanem örömet. Na most addig, amíg így zajlik a mindennapoknak a kommunikációja, és ezt a fajta, hát hogy is mondjam, csak egymás iránti tiszteletet, ami hát végül is nem igazán tisztelet, ezt fogalmazzuk meg, és ezt gyakoroljuk, addig olyan sok jóra nem számíthatunk. Tehát az első lépés az az, hogy tisztelem a te érzéseidet, a te gondolataidat, amit te megélsz, azért, mert tisztelem és elfogadom, hogy te ezt láttad, ezt érezted, ezt hallottad, az nem jelenti azt, hogy nekem azzal, figyelj, nagyon fontos, azért, mert elfogadom, az nem jelenti azt, hogy azzal nekem egyet kell értenem. Ez két külön dolog. Elfogadlak téged, tisztellek. De nem kell, hogy azonosuljak a te nézőpontoddal. Egészen precízen nem is azonosulhatok vele, ha igazán a dolog ontológiai, tehát eredeti értelmében nézzük, mert az én tudatállapotom, az én eredetem, az nem azonos a te eredeteddel a szónak a jelenlegi megosztott értelmében. Ha azt mondjuk, hogy minden a teremtésből indul el, akkor meg persze természetesen mindannyian egyből vagyunk. Na de gondoljatok arra, hogy itt mindenkinek az elsődleges érdeke, hogy megkülönböztesse magát. Én miben vagyok más, mint te? Tehát pont ez az izgalmas. Na most ez rossz? Nem. Nézzük meg, a teremtésnek két szándéka van. Ugyanaz a szándék, mint amikor neked van egy kilégzésed és van egy belégzésed. Tehát akkor sem történik semmi, ha mi most el akarunk különülni. Amikor belélegzünk, akkor éppen birtokolunk egy adott mennyiségű levegőt a tüdőnkben. És a saját vérkeringésünket tartjuk fent vele. Amikor kifújjuk, akkor összlevegő van. Tehát egy levegőt szívunk.
ugyanazt a levegőt szívod te is, mint amit én. És ilyen értelemben közösek vagyunk, hiszen ugyanaz az egy levegő járja át a tüdőnket nektek is, meg nekem is. Hol kezdődik a spiritualitás? A spiritualitás ott kezdődik, hogy ezt tudatosítod magadban. Kilélegzés, belélegzés. Jól van ez így? Bocsánat, tudsz jobbat? Először talán el kellene fogadni, hogy ilyen az élet. Hogy ilyen a teremtés. Először talán tisztelni kellene, hogy te ennek a része vagy. Tehát amíg te mindig okostóbiást játszol, addig nem fogsz tudni megfelelő tudatállapotba kerülni, mert valójában az egész arról szól, hogy te tiltakozol. Abban a pillanatban, hogy te tiltakozol, abban a pillanatban te proteszt vagy. Tehát szemben állsz, ellenkezel, nem tudsz belesimulni. Szegény aszmások is pont azzal vannak megáldva, hogy nem tudják kifújni. Végre egyszer kaptak egyet, most abból mi az, hogy rögtön adják vissza? Na, birtokolni akarnak. Ugye az aszmás éppen azért nem tud újabb levegőt szívni, mert a terem. Nem tud tőle megszabadulni. Ott tartja benne a tüdejében. Hívták régen úgy is, hogy szűkkeblűség. Hát ennél szebben kimondani a lényeget. Tehát, hogyha visszatérünk erre az alap koncepcióra, hogy elfogadjuk, hogy ez a teremtés így van jól, ahogy van, akkor nincs más dolgunk, mint ezt az egészet konstatálni, megélni, átélni. És egyszerre részt venni benne, és egyszerre megfigyelni. Te vagy a darab főszereplője, ahogy Shakespeare mondja, színház az egész világ, és színész benne minden férfi és minden nő. És te vagy a forgatókönyvírója és rendezője is. Vagyis akkor nem vagy más, mint maga a teremtő. De hát erre mondhatjuk, hogy ez egy csiki-csuki játék. Persze. Ha belemerülök a szerepembe, akkor csak a szerepem vagyok. Ha megfigyelem és átélem a szerepemet, akkor a teremtője vagyok. Melyik az igaz? Mindegyik, és egyik sem. Az egész egy hatalmas nagy játék. Purusa és Prakriti. Van-e túlvilág? Figyelj, ha van-e világ, miért ne lenne túlvilág? Ha mindenáron a kettősségről, a dualitásból akarjuk a dolgokat levezetni, tehát ha mindenféleképpen elfogadjuk, hogy általános szabály a dualitás, akkor mindennek megvan az ellenkezője. Ezt tapasztaljuk a világban. Ha van nappali tudat, van éjszakai tudat. Ha van e világ, van túlvilág. De én ebben a mai előadásomban azt szerettem volna nektek elmondani, hogy ne a dualitás oldaláról kezeljétek ezt a kérdést. Itt van az e-világ, és itt most zajlik éppen a túlvilág. És lehet, hogy konkrétan Kovács Lajos tudatod az most van, de a valódi tudatod az sose halt meg, sose fog meghalni, az örök. És persze ezek után nem marad más hátra, mint hogy azt mondjam, mint mindent, ezt is maximum hiheted. És ha megengeded magadnak, akkor talán megtapasztalod, de akkor még mindig fennáll a kérdés, hogy nem fogod-e azt mondani, nem hiszek magamnak. Akkor meg minek tapasztalod meg? Hát legalább magadnak higgyél. Ezt kívánom neked. Köszönöm szépen.